Ma Magyarország legnagyobb tájegységéről fogunk tanulni, ez pedig az Alföld. Ugye megtanultuk a múlt órákon, hogy 6 nagy tájegysége van Magyarországnak, ebből mi most, ahogy mondtam, az Alfölddel fogunk először foglalkozni. Ezen a képen, térképen a pirossal jelzett rész jelzi Magyarország területéből, melyik részt foglalja el az Alföld. Látod, hogy Magyarország nagy részét beborítja a pirossal jelzett rész, és innen már ugye logikusan következik az, hogy bizony az Alföld Magyarország legnagyobb tájegysége. Az Alföld területe régen-régen, még a honfoglalás korában egy erdőkkel borított vidék volt, és később azonban, amikor elterjedt a földművelés, akkor sok erdőt kivágtak, kiirtottak, hogy több hely legyen a szántóföldeknek. Újabb változás volt a felszínnével az Alföldnek kapcsolatban az, hogy ugye az egyik nagy folyóját, ami keresztül szeli az Alföldet, a Tiszát, szabályozták, hogy egy egyenesebb medret ástak neki, és a nagy kanyargókat, mint ahogy itt is látod, levágták, holtágakat hoztak létre. Ennek az volt az értelme, hogy így megelőzték az árvizeket, hamarabb levonult az árvíz a folyón, és ez olyan változást hozott az Alföldre, hogy az a sok árvíz, ami előtte gyakran elöntötte az alföldi területeket, az csökkent, megszűnt. Ez nyilván egy szempontból ugye nagyon jó, hiszen az árvíz ugye hatalmas károkat okoz, viszont a talajnak, a termőtalajnak az árvíz kifejezetten jó volt, hiszen a rengeteg hordalékot, amit magával hozott, azt itt lerakta, ennek segítségével simította el a felszínt is, ugye, hogy egyenletes, sima legyen a felszín, és ez az ott maradt árvíz utáni iszapos hordalék, ez viszont nagyon jól táplálta is a talajt. Ez is egy változás volt tehát, hogy ez már jó ideje. Az Alföld tehát hazánk legnagyobb tája. Itt ugye zölden látod ugyanazt, mint az elején pirossal. A Sió folyótól a keleti ország határig húzódik el az Alföld. Délen még az Alföld folytatódik az ország határokon túl is, tehát az Alföld nem áll meg a Magyarország határánál, hanem átnyúlik másik országokba. Északnyugaton fent a Dunántúli középhegység határolja, északon pedig az északi középhegység. Legnagyobb folyói az Alföldnek a Duna és a Tisza. Mindkét folyó fő folyója az Alföldnek, mindkét folyó áthalad az Alföldön, de ahogy már erről beszéltünk többször, egyik folyó sem csak Magyarország területén folyik, hanem mind a kettő valamelyik más országból kerül, folyik át ugye Magyarországra, és el is hagyja Magyarországot aztán, és másik országban folytatódik, tehát mi csak egy átmeneti állomás vagyunk mindkét folyó életében. A térképen látod is, hogy hol folyik a Duna, és hol a Tisza. Ez nem azt jelenti, hogy más folyók nincsenek. Ugye itt is például ezen a térképen is látod, hogy például a Tiszának az egyik ága, ugye a Körös, ami itt folyik ugye a mi környékünkön, és más kisebb folyók is vannak, de a két fő folyója az a Duna és a Tisza. Mit kell tudnunk az Alföld éghajlatáról, időjárásáról? Nos, az Alföld, ahol ugye mi is élünk, ez Magyarország legmelegebb és legszárazabb tája. Az első térképen, ezen a narancssárgás-sárgás térképen azt látod, hogy mennyi az adott területen Magyarországon a napsütéses órák száma. Na most itt látod, hogy bizony az Alföld területein a legpirosabb, legsötétebb narancssárga színnel jelöli a térkép. Ez azt jelenti, hogy itt akár 2000 óra, vagy annál több is lehet az évi napsütéses órák száma. Tehát az mindenképpen az Alföld területén a legnagyobb, mint ahogy a csapadék viszont itt a legkevesebb, hiszen a másik térképen, ezen a kékes, világos, kékes, fehéres térképen, viszont azt látod, hogy mennyi a csapadék mennyiség évente, és itt bizony az alföldi területeken azt látod,
látod, hogy ott nagy fehér foltok vannak, és csak világos kék foltok, ami azt jelenti, hogy esetenként akár még a 400 mm-t sem éri el a csapadék mennyisége, vagy éppen-éppen. Tehát ez a két térkép is azt mutatja, hogy ez a legmelegebb táj az Alföld Magyarországon. Itt a legtöbb a napsütéses órák száma, viszont a legszárazabb is, tehát itt esik a legkevesebb csapadék. Az Alföldön az időjárás gyakran szélsőséges. Hideg telek jellemzik, forró, aszályos, száraz nyarak. Mit jelent az aszály? Az aszály ez egy olyan időszakot jelent, amikor kevés, vagy éppen semmi csapadék nem hullik tartósan, hosszú ideig. Tehát ez egy tartós szárazságot jelent, ahogy itt a képen is látod, ilyenkor fordul elő, hogy ugye a növények szenvednek ugye a csapadék hiánya miatt, a föld kicserepesedik, és ugye ilyenkor bizony, például a növénytermesztésben a locsolás tudja csak megmenteni a termést. Az Alföldet három nagy részre oszthatjuk fel. Ezt itt három különböző színnel jelöltem a térképen. Ugye ez az egész az alföldi rész, tehát a zöld, sárga és piros rész, viszont három nagy rész, további részre osztjuk az Alföldet. A zöld rész, ez a Tiszántúl rész, ugye, a Tiszántúl fekvő rész. Mi amúgy két egyháza, ahol mi élünk, ezen a területen fekszik. A középső élénk citromsárgával jelölt rész, ez a Duna-Tisza köze. Ez is ugye logikus, hiszen a Duna és a Tisza között fekszik. És a pirossal jelölt kisebb rész, ami a Duna másik oldalára nyúlik át egész a Balatonig, és le egészen a déli határvidéig, az pedig a mezőföld. Tehát ez a három nagy részre osztjuk föl az Alföldet. Duna-Tisza köze, Tiszántúl és a mezőföld. Az Alföldön sok jelentős település található, a legnagyobb és legfontosabb városok Debrecen, Szeged, Kecskemét, Nyíregyháza, de jelentősek még azok a városok vagy települések is, amik az élelmiszeriparukról híresek, ilyen például ugye a közelünkben lévő Békés Csaba, Gyula, vagy Cegléd, Szolnok, Orosháza, Hódmezővásárhely, ezek mind-mind-mind jelentős városok valamilyen ipar miatt, vagy valamilyen híres nevezetességük miatt. Debrecenről még azért annyit el kell mondanunk, ugye említettem első körben, hogy az egyik legfontosabb város, hogy hazánk második legnagyobb, legnépesebb városa Budapest után, nagyon híres egyetemi város, ahogy például Szeged is. Ezen a térképen bejelöltem a négy legnagyobb, jelentősebb várost, ugye Kecskemétet, Szegedet, Debrecen és Nyíregyházát.